Köszöntöm a nézőket, friss napszemle kezdődik, már is mutatjuk, melyek a fontosabb témák ma. Csőtörés miatt két napja nincs víz a város jelentős részén, az önkormányzat felelősségre vonást tervez. Az 1916-os évi katonai betörés és Székelyföld címmel tartottak nemzetközi történész konferenciát. Egyetlen pontot sikerült megszereznie a Progimnak a sportklubtól a két hétvégi mérkőzés alatt. Újabb csőtörések keserítik a városlakók mindennapjait. A külső utca alsó részén ma láttak hozzá a szombati csőtörés kijavításához az Arkons emberei. A város alsó része egész hétvégén hiányolta a vízszolgáltatást. Közben a Kőkeresztnél is meghibásodás történt. Az önkormányzat türelme fogytán van, felelősségre vonást terveznek. Közeledik a határidő, amíg a városi víz- és csatornarendszer felújítását el kell végeznie az Arkonsznak. A vállalat hétvégén is dolgoztatott, annak ellenére, hogy erről nem tudott a közüzem. A közmű embere is jelen kellett volna legyen az ásásnál, hogy a meghibásodások elkerülhetők legyenek. A be nem jelentett munkának meg is lett az eredménye. A külső utcában elszakított egy vezetéket az Arkons szombaton délelőtt. Emiatt a hétvégére ivóvíz nélkül maradt a város jelentős része, illetve a teljes új falu. Megegyezésünk volt az Arkonszal, hogy hétvégén nem fognak dolgozni. Sajnos nem tartották be ezt a megegyezést. Szombaton elszakították a fővezetéket, egy 300-os aszbócement vezetéket. Emiatt le kellett zárjuk a felit a városnak. Kossuth-Lajos utcában nincsen víz, a Küzsö utcában. A Sajom utcában nincsen, és sajnos a Újfaló községben teljesen nincsen víz. A javítás javában zajlik, az Arkons és a közüzemek emberei együtt dolgoznak a hiba elhárításán. Estére remélhetőleg újra lehet indítani a szolgáltatást az érintett városrészeken. Délelőtt a városvezetés is a helyszínen járt megnézni, mi is történt. A lakosságnak rengeteg bosszúságot okozott az újabb vízmentes hétvége, meg kell keresni a felelősöket, mondta a polgármester. Egy olyan sajnálatos esetben került ismételten a város egy része, amely az önkormányzattól független okok miatt keletkezett be, ugyanis az Arkons nevű cég, aki a városi víz- és csatornahálózat felújítási munkálatait végzi, a hétvége folyamán egy olyan munkálatot végzett, amelynek során a régi vezeték, az aszbest vezeték elszakadt, és ennek következtében több utca víz nélkül maradt. Tudni kell azt, hogy jelen fázisban a beruházás abba a stádiumához érkezett, amikor november 30-ai határidővel beszeretnék fejezni a kivitelezési munkálatokat, és ennek az utolsó fázisa pedig éppen az, amikor az új rendszert a régivel kötik össze. Ilyen ásásokkor pedig figyelembe véve az, hogy a régi rendszer az több 10 éves, 40-50 éves vezetékek vannak a földben, azok nyomás hatására megpattannak, elrepednek. Azt is el kell mondanunk, hogy ezért a felelős az Arkons cég, hiszen ő a kivitelező, és ő nem járt el megfelelőképpen, hiszen általában egy olyan megegyezésük van a helyi szolgáltatóval, a GoRT-vel, hogy folyamatos felügyeletet biztosítanak a számukra, annak érdekében, hogy beazonosítják a földben elhaladó vezetékeket, abból a célból, hogy ne történjen ilyen meghibásodás. Megállapodás történt arra, hogy a hétvégén nem fognak dolgozni az Arkons cég részéről, és a megállapodás ellenére önfejű módon nekiálltak és munkálatokat kezdtek, melynek az lett az eredménye, amely sajnos most már mindenki számára egyértelmű. Éppen azért, hogy a felelős minél hamarabb és minél egyértelműen kiderüljön, egy polgármesteri rendelettel egy bizottságot nevezzek ki annak érdekében, hogy személyi felelősséget keresünk az ilyen eseteknek, és amennyiben beigazolódik a gyanunk, akkor megfelelőképpen fogunk eljárni, hiszen most már lassan megengedhetetlen az, hogy hetente, két hetente ilyen helyzetbe sodorják a várost. Annál is inkább, hogy egy olyan munkálatról van szó, amelyeket szakemberek kellene végezzenek, és a munkálatok kivitelezése nem épp a szakszerűségről árulkodna. Nem csak a külső utcában van csőtörés, kisebb meghibásodásokat jelentettek a város több pontján is, melyeket gyorsan ki kell javítani. Az történt, hogy evel a nagy meghibásodással víz nélkül maradt a rendszer, és mikor itt lezártuk, akkor újra feltelt, és a levegő megnyomta a
Balcseszkó utcának a vezetékét. Elszakadt a cső, azt ott már meg sikerült javítani, sőt, még van még a Leány otthon előtt is egy meghibásodás, sőt, még az Ady Endréből is jeleztek egy meghibásodást. Ez így történik, mikor lezáródnak a vezetékek, megürülnek, és emiatt nagyon régi a vezeték hálózat és a rendszer, és emiatt tízszeresödik a meghibásodásuk. A kellemetlenségeken túl akár anyagi kárt is okozhatnak a hasonló csőtörések. A polgármester arra biztatja az érintetteket, tegyék meg a megfelelő lépéseket azért, hogy a felelősöket számon lehessen kérni. Ezennel fel is szeretném hívni a gyermekmiklósiak figyelmét, hogy abban az esetben, hogyha kár keletkezett, meghibásodást a technikai berendezésükben, vagy akár cégeknél, akik a vízkiesés miatt kárt szenvedtek, akkor forduljanak bizalommal hozzánk, és közösen akár támaszunk igényléseket a kivitelező cég felé, hogy ezt a keletkezett, esetleges keletkezett kárt megtérítse az a személy, vagy illetve az a csapat, aki ezt okozta. Életének 97. évében vasárnap elhunyt Ferenc Béla, az Ervin atyaként ismert ferences szerzetes, közölte honlapján az Erdélyi Ferences Rend tartomány. Lelkipásztorként egyebek között Kolozsváron, Székelyudvarhelyen, Zetelakán, Tornyán, Désen, Déván, Fogarason szolgált. Életét az evangéliumért és az igazságért való kiállás jellemezte, amelyért a kommunizmus ideje alatt két alkalommal is bebörtönözték, áll a Ferences Rend tartomány gyászjelentésében. Ervin atyáért a Csíksomjói Kegytemplomban mutatnak be hétfőn 16 órától engesztelő szentmise áldozatot, kedden Gyergyószárhegyen ravatalozzák fel, temetésére pedig szerdán a 13 órakor kezdődő Szent Mise után kerül sor a Gyergyószárhegyi Ferences Kolostor temetőjében. Az Erdélyi Múzeum Egyesület Gyergyói Fiúk Szervezete és a Gyergyói Népfőiskolai Társaság a Magyar Tudomány Napja tiszteletére nemzetközi történész konferenciát szervezett Gyergyószentmiklóson. Pénteken és szombaton is érdekes előadások hangzottak el a neves előadóktól. Magyarország csíkszeredai főkonzulátusa részéről Csige Sándor vezető konzul köszöntő beszédében kijelentette, nagyon fontos, hogy a múlt eseményeivel a mának, a jövőnek is üzenjünk. Augusztus végén Marosvásárhelyen Kövér László, a Magyarország Gyűlés elnöke, a vásárhelyi forgatag megnyitóján tartott beszédében azt mondta, hogy Szerbia után Románia is felismerheti, hogy számára a területén élő magyarság nem veszélyforrás, hanem erőtartalék, és Magyarország nem ellenség, hanem érték és érdekközösségben lévő szövetséges. Talán furcsán hathat ennek a gondolatnak a megismétlése egy olyan tudományos konferencián, ahol a 100 évvel ezelőtti véres történelmi eseményekre emlékezünk, ma hasonlóan ahhoz, amint tettük azt augusztus végén Kosztó István úrral közös szervezésben Marosvásárhelyen. Köszönöm érte. Ez az esemény Románia hadba lépése, monarchia, leginkább a magyar királyság ellen sok későbbi konfliktusnak lett az első állomása, hiszen a 20. században ekkor kerültünk először egymással, sajnálatosan nem utoljára. Önismeret gazdagító rendezvénynek nevezte a kétnapos eseményt Nagy Zoltán, Gyergyószentmiklós polgármestere. Szerinte a konferencia évről évre nem csak a szűk szakmai körnek, hanem a közösségnek is lehetőséget ad a múlt jobb megismerésére. Barti Tihamér Hargita megye tanácsának alelnöke segítséget kért. Azt mondta, Erdélyben olyan időszak következik, amikor 1918-ra készülnek egyesek. A józan történészi véleményre nagy szükség lesz. Nagyon kényes időszak előtt állunk, és talán jó, hogyha minden szempontból megvizsgáljuk ezt az időszakot. Ha 16-ról beszélünk, akkor igen, nem csak azt kell megnézzük, hogy akkor mit írt le a román katonaság részéről a nemzetes egyesítő, vagy mit írtak le a magyar lakosság körében a visszavonuláskor, hanem talán azt is meg kellene vizsgálni, hogy a román katonaság mellett levő francia tiszteknek ugyebár a tolláról sok feljegyzés született, hogy a román katonaság hogy viszonyul, milyen
szakmai háttérrel rendelkezett ebben az időszakban, ahhoz, hogy teljesebb képet kapjunk erről az időszakról, de ez általános lesz teljesen az első világháborúra és erre az időszakra, hogy az a segítségnyújtás, ami tud jönni, az biza-biza jó helyre fog jönni, és az a hely, az a, talán a leghelyesebb, a legokosabb, hogy ilyen történelmi konferenciákon keresztül mutassuk be a kor történetét, és nem nemzetiségi, nem tudom milyen felállulásoktól fűtött vívák lesznek a közbeszédbe, hanem ezek a szakmai viták kerülnek előtérbe, hiszen már nagyon sok román történész is van, aki talán sokkal tárgyilagosabban, objektívebben tudja szemlélni a történelmet. Elsőként az eleve elveszett háború címmel tartott előadást Polman Ferenc, a Magyar Hadtörténeti Intézet és Múzeum főkutatója. Azt feszegette, hogyan lesz a békéből háború, és az észszerű, az észszerűtlen és a kikényszerített háború kérdéskörét vitatta. Krámli Mihály, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum főkutatója az alapvető szükségletekből fakadó intézkedésekre és azok következményeire irányította a figyelmet. A csíkszeredai dr. Koszta István hadtörténész a kunmadarasi Bánhegyesi Imre huszárőrmester naplójából elevenítette fel a gyergyói háborús történéseket. Szombaton is zajlottak előadások, többek között Lackó Szentmiklósi Endre, Gyergyó remetei tanár mutatta be kutatását, melynek témája Gyergyó mint hátország 1914-ben és 1915-ben. Az esemény főszervezője dr. Garda Dezső egyetemi előadótanár az 1916-os évi román támadás és a gyergyói települések lakói címmel ismertette kutatását. Felborult egy autó és három személy sérült meg súlyosan hétfőre Viradóra, Gyergyószent Miklós és Alfalu között. A sofőr és az utasok is részegek voltak. A baleset éjjel egy körül történt a 13 B jelzésű úton, számolt be a Hargita megyei rendőrség. Az autó Gyergyószent Miklósról Alfalu felé tartott, a sofőr túl gyorsan hajtott a nedves aszfalton, és egy kanyarban lesodródott az úttestről, majd felborult. A balesetben súlyosan megsérült a 23 éves újfalvi sofőr és két utasa, egy szintén 23 éves Gyergyó csomafalvi és egy 17 éves újfalvi fiatalember. A fiatalok egy buliból térhettek haza, mert mindannyiukat megszondáztatták, és a műszer alkoholt mutatott ki a leheletükben. A járműben 10 000 lejes kár keletkezett, a gépkocsi vezetője ellen ittas vezetésért és gondatlanságból elkövetett testi sértésért indult vizsgálat. Szív-érrendszeri megbetegedést, cukorbetegséget és egyéb kórokat okoz az egészségtelen táplálkozás. Éppen ezért az egészségügyben a táplálkozási tanácsadó, azaz a dietetikus szerepe nem mellőzhető tovább. Hangzott el egy Marosvásárhelyen szervezett nemzetközi táplálkozástani konferencián. A dietetikus szakmát egy éve törvény szabályozza, a gyakorlatban viszont nem működik és az alkalmazási normák sem világosak még. A törvény előírja, hogy az első 6 hónapban felállítsuk az úgynevezett szakmát szabályozó standardokat. Ezek már rég elkészültek, elküldtük az illetékes minisztériumoknak, és várjuk a válaszukat. Amint ez megérkezik, előkészítjük az első dietetikus szakképesítését engedélyező vizsgákat, és reméljük, hogy a munkahelyek is megjelennek, mint a kórházakban, mint pedig a rendelőkben és sportbázisokon. Az egészségtelen táplálkozás számlájára egyre több betegség írható, hangsúlyozzák a dietetikusok. A Családorvosok Országos Szövetségének az alelnöke abban bízik, hogy a közeljövőben belátja a szaktárca, hogy az orvosi ellátásban szükség van a dietetikusokra, ugyanúgy, ahogy belátták a pszichológus szerepének a fontosságát. Támogatjuk a dietetikusok bevonását az egészségügyi rendszerbe, hiszen az orvosi ellátásra az egészségbiztosító által elkönyvelt 15 perc nem elegendő sem a diabetológusnak, sem a családorvosnak, sem pedig az endokrinológusnak erre a tevékenységre. Eközben pedig a metabolikus és a szív-érrendszeri megbetegedések egyik fő oka az egészségtelen táplálkozás. A romániai orvosi egyetemeken egyébként már évek óta van dietetikus képzés. A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen például 2008 óta folyik ilyen jellegű szakoktatás.
Fordulat következett be a terrorizmussal gyanúsított kézdivásárhelyi fiatalok Beke István Attila és Szőcs Zoltán perének pénteki bukaresti tárgyalásán. A bírói testület úgy döntött, a házi őrizetet hatósági felügyeletre enyhítik. A döntés nem végleges, a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus elleni igazgatóság ügyészeinek 48 óra áll a rendelkezésükre óvást emelni. Emiatt a két vármegyés egyelőre továbbra sem hagyhatja el lakhelyét. A nem jogerős ítélet értelmében Beke Istvánnak és Szőcs Zoltánnak rendszeresen meg kell jelenniük a hatóságok előtt, azaz a kézdivásárhelyi rendőrségen, továbbá hatósági engedély nélkül nem hagyhatják el az ország területét. Ugyanakkor nem szabad kapcsolatba lépniük egymással és az ügy tanúival sem. Az ítélőtábla mindkettejüknek megtiltotta, hogy a 64 vármegye ifjúsági mozgalom vagy a Szent László serege egyesület bármely rendezvényén részt vegyenek, illetve fegyvert viseljenek. Egyre nagyobb teret hódít a virtuális tér katasztrófavédelmi és sürgősségi felkészülés során. Újabban a kisiskolásokat is megcélozták. Az Országos Katasztrófavédelmi Felügyelőség honlapján számítógépes játék segítségével készülhetnek fel a sürgősségi esetekre. Ebben az oktatói játékban Andrei szerepében a város térképen kiválaszthatjuk a vészhelyzetet, amit meg szeretnénk oldani. A különböző feladatok lényege, hogy a diákok elsajátítsák azokat az ismereteket, amelyekre szükségük lehet sürgősségi helyzetekkor. Nem csupán kisiskolások számára készülnek oktatói programok. A Maros megyei rohanmentő szolgálat szimulációs központjában 2013-tól használják önmaguk fejlesztésére az IT szakemberek és rohanmentősök egészségügyisek együttműködése folytán ezt a programot. Ennek a jelenlegi programnak van egy előzménye, egy kétdimenziós játék, azóta áttértünk egy háromdimenziósra. Ezt láthatjuk ebben a szimulációs teremben, ahol a felhasználók tökéletesíthetik a készségeiket, jobban elmélyíthetik azokat a gyakorlatokat, amelyeket valós helyzetben kell elvégezzenek. A szimulációs program egyik ötletgazdája, Turuc Emília a gyakorlati felhasználásról beszélt híradónknak. Általában több részről vannak kollégák, akik együtt kell dolgozzanak. Mindegyik számítógép háta mögött van egy kollega, és ők egymás között a virtuális térben találkoznak, látják egymást, ugyanazt a helyzetet látják tulajdonképpen, és együtt el kell döntsék, hogy most milyen lépéseket tesznek, hogyan mentik meg az áldozatokat. Turuc Emília elmondta, a szimulációs program használatát kiterjesztenék a felsőoktatásban résztvevő diákokra és a későbbiekben a szélesebb közönségre is. November 9-én szerda este 7 órától a Figuránál újra műsorra kerül Albu István rendezésében a Zűrzavaros Éjszaka című komédia. Karadzsále csaknem 140 éves vígjátékának humora máig friss. A 19. századi Bukarest lecsúszott közegének nyelvi és kulturális sokféleségéből építkező dráma Székely Csaba vérbő komikusi vénával fordított változatában került bemutatásra a Figuránál. Jegyek ára 15 lej, diákoknak és nyugdíjasoknak 10 lej. Jegyek válthatók munkanapokon 10 és 16 óra között a Figura jegyirodájában vagy előadás előtt a helyszínen. Két meccset játszott a sportklubbal a Progim hétvégén, pénteken hosszabbításban maradtak alul a pirosfehérek, szombaton pedig magabiztos győzelmet aratott az ellenfél. Egy perces csenddel emlékeztek a hokisták és a szurkolók az 56-os hősökre a pénteki mérkőzés kezdetén. Aznap fordulatos mérkőzést játszott a Progim és a sportklub. Az első harmadban a vezetést a vendégek szerezték meg, a Progim pedig emberelőnyben egyenlített. A második harmad két perces csíki emberelőnnyel kezdődött, de ez nem hozott veszélyt Molnár Szabolcs kapujára. Ellenben egy újabb gyergyói emberelőnyös akciót Kostromin kihasznált, és ezzel a gyergyóiak nyerték a második harmadot. Az utolsó 20 perc elején egyenlített a sportklub, majd újabb kék-fehér gól született. A gyergyóiak nem adták fel, azonban úgy tűnt, az igyekezet ellenére nem jön össze az egyenlítő gól, de az 58. percben a sportklub csapatkapitánya Moldován szabálytalanság miatt két perces büntetőt kapott. A hazaiak mezőnyjátékosra váltották a kapust, és sikerült egyenlíteni. A hosszabbítás 26. másodpercében Campbell lőtt higgadtan a házigazdák kapujába.
Nyert a sportklub, azonban egy pont így is a házigazdáknál maradt. Szombaton nem tudott visszavágni a Gyergyószentmiklósi Progima pénteki vereségért. 1-1-es eredménynél jött az első szünet, a második harmad elején Moldován, majd egymás után kétszer az új csíki légiós is betalált. A találkozó azonban nem dőlt még el, a Progim igyekezett megfordítani az állást. 2 percen belül előbb Novák lőtt gólt 2-es emberelőnyben, majd Csergő is bevette Rucuj kapuját. Szinte sikerült egyenlíteni, de Kostromin botja a legrosszabbkor törött el. Újabb sportklub gól után 3-5-re módosult az állás, majd Moldován harmadszor is eredményes tudott lenni. Ezzel 3-6-ra a vendég sportklub nyerte a megyei rangadót. Nem pihenhetnek sokat a pirosfehérek, hiszen holnap és holnap után újabb bajnoki mérkőzéseket játszanak. Kedden és szerdán a Galaci Dunareát fogadják a Gyergyószentmiklósi műjégpályán. Mindkét napon 6:30-tól kerül sor a mérkőzésekre. Jegyek ára felnőtteknek 10 lej, gyermekeknek és nyugdíjasoknak 7 lejbe kerül. Lássuk röviden még egyszer a fontosabb híreket. Csőtörés miatt 2 napja nincs víz a város jelentős részén, az önkormányzat felelősségre vonást tervez. Az 1916-os évi katonai betörés és Székelyföld címmel tartottak nemzetközi történész konferenciát. Egyetlen pontot sikerült megszereznie a Progimnak a sportklubtól a 2 hétvégi mérkőzés alatt. Ez volt a Napszemle ma, köszönöm megtisztelő figyelmüket, várom Önöket holnap is a viszontlátásra.